Az Európai Unió és az Egyesült Államok úgy döntött, megerősíti az utóbbi időben meggyengült szövetségét. Szorosabban együttműködnek kereskedelmi és ipari kérdésekben, és a geopolitikai riválisok legyőzésében is. Legalábbis erről egyeztek meg a Transatlanti Tudományos és Technológiai Tanács ülésén. A tervek szerint együttműködnek majd a mesterséges intelligencia fejlesztése és a félvezetőgyártás terén is. Tisztában vagyunk azzal, hogy a gazdaság és a társadalom digitalizálása csak nyílt és stabil világgazdaságban lehetséges. Nyílt és digitalizált kereskedelmet szeretnénk, de ennek gyümölcsözőnek kell lennie az óceán mindkét partján, a kis emberek és a vállalkozások számára is, mondta az Unió kereskedelmi biztosa. A pittsburghi találkozóra bajós árnyként vetült az elmúlt időszak feszültsége. A tanács európai hangadója, Cecilia Bonfeld-dál szerint jól indultak a megbeszélések. Megpróbáljuk összehangolni a szabályainkat, hogy egy közös technológiai piac jöhessen létre. Ez sokat jelent az európai cégek számára. 600 ezer kisvállalkozás van Európában, amely harmadik országokkal kereskedik, és a fő piacuk Amerika, de ez fordítva az Egyesült Államokra is igaz. A kereskedelem a fő téma, de a vámszabályok hivatalosan nincsenek a napirenden. A Trump korszakból megörökölt fémipari vámokra még mindig nincs megoldás. De az idő telik, és a novemberi határidő egyre közelebb van.